Magyarország minden támogatást megad a háború sújtotta Ukrajnának és a szomszédos Kárpátaljának is, mondta Sesták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke, a Mi Nemzedékünk Felelőssége nevű ifjúsági nyári táborban. Az ukrán-magyar határ mentén élők a kezdetektől ott voltak önkéntesként a határátkelőkön felállított segélypontokon és a humanitárius segélyek gyűjtésében is részt vettek, hangsúlyozta Sesták Oszkár. Csak szombaton több mint 12 ezeren érkeztek Ukrajnából Magyarországra. Egy részük tovább utazik a nyugati országokba. Azok, akik Magyarországon kérnek menekült státuszt, létfenntartási támogatásban részesülnek. Az állam a munkahelykeresésben is segíti a harcok elől menekülőket. Talán még soha nem volt ilyen nehéz helyzetben a kárpátai magyarság, benne különösképpen a fiatalok. Persze ezt mindig elmondtuk, hogy a legnehezebb helyzetben lévő nemzetrész, de... Most ugye egy háborús helyzet is van, ami a Balkánon ugye előfordult Szerbia esetében, hogyha párhuzamot keresünk, ami Szabolcs-Szatmár-Bereg megyétől messzebb volt, de most még inkább testközelből látjuk a kárpátaljai, különösképpen a fiatalok nehéz helyzetét. Sokan azt mondják, hogy végveszélyben van a kárpátaljai magyarság, és ebben a helyzetben kell a túlélést minden értelemben keresni, és ez teljesen természetes közösség és emberi reflex, hogy ezt a nehéz helyzetet túl kell élni, nekünk anyaországi magyaroknak pedig kötelességünk ebben segíteni minden módon, úgyhogy a menekülteket befogadjuk, akik a háború elől menekülteket, azokat befogadjuk, ellátjuk, munkát adunk. Persze azzal, hogy ezt a nemzetrészt sem szabad feladnunk. Tehát meg kell őriznünk a kárpátai magyar nemzeti közösséget, hiszen egy pótolhatatlan veszteség lenne a kárpátai magyarság eltűnése. Én bízom benne, hogy a háború után újra tudja szervezni magát a kárpátai magyarság, hiszen már annyi minden túlélt. Egy jó reflexes nemzetrészről van szó. Én bízom benne, hogy a nyarországi segítséggel a saját erejéből újra tudja aztán majd építeni magát a háború után, de most a túlélés jöztem a legfontosabb. Az Ukrajna elleni tömeges orosz rakétatámadásokat nemzetközi nyomással meg lehet állítani. További szankciókat kell bevezetni az agresszor országgal szemben. Ukrajnát pedig több fegyverrel kell ellátni, hangsúlyozta Olekszij Aresztovics, az elnöki hivatal tanácsadója egy tévéműsorban. Aresztovics kiemelte, Oroszországot ki kell zárni az ENSZ-ből, az agresszor országnak a terrorizmus támogató státuszt kell megkapnia. Több szankció, több fegyver, magyarázta a tanácsadó. Az elnöki hivatal képviselője ugyanakkor megjegyezte, hogy az ukrán fegyveres erők a már megérkezett amerikai rakétasorozatvetőkkel válaszolnak a megszállók akcióira. Az M270-esek szép számmal megérkeztek. Minden rakéta külön van programozva, nagyon pontosak. Az USA 1 milliárd dollár segélyt utalt ki Ukrajnának, 500 millió dollárt fontos lőszerek vásárlására, 100 millió dollárt az F-15 és F-16-os pilóták kiképzésére fordítanak. 10 F-16-os az annyi, mint körülbelül 100 HIMARS. Lengyelország 232 harckocsit tervez átadni, tette hozzá Olekszij Aresztovics. Ukrajnában pénzbírságot szabnak ki, ha hiányzik a weboldalak és felületek ukrán nyelvű verziója, jelentette ki Taras Kremény államnyelvvédelmi biztos, számolt be az Ukrajinska Pravda. A nyelvtörvény 27. cikkelye 2. és 6. része értelmében az internetes forrásoknak rendelkezniük kell egy alapszintű ukrán nyelvű kezdőlappal, és Ukrajna állampolgárait államnyelven kell tájékoztatniuk a társadalmilag fontos információkról, közölte a biztos. Mindez az online képviseletekre, a közösségi hálók oldalaira, az állami és helyi önkormányzati szervekre, a vállalkozásokra, az állami és kommunális tulajdonú intézményekre és szervezetekre, az Ukrajnában bejegyzett tömegtájékoztatási eszközökre, valamint árukat értékesítő és szolgáltatásokat nyújtó egységekre vonatkozik, magyarázta az ombudsman. A törvény nem vonatkozik azokra a tömegtájékoztatási oldalakra, amelyek krémi tatárnyelven, angolul, az EU hivatalos és Ukrajna őshonos népei nyelvei jelennek meg. Ukrán nyelvű felület hiánya esetén július 16-ától 3400 és 7500 hrivnya közötti pénzbírságot szabnak ki.
Ismételt jogsértés esetén az összeg 7500 és 11900 hrivnya között mozog. Gyerekzsivajtól hangos a Tiszakeresztúri Oktatási Nevelési Központ. Bár a szünidő már néhány hete elkezdődött, most a határtalanul nyári iskola program keretében igyekeznek fejleszteni a tanítók az alsósok tudását. A Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség szervezésében megvalósuló foglalkozások hiánypótló szerepet töltenek be mind oktatási, mind pedig közösségépítési szempontból, mondta Kardos Norbert, az intézmény igazgatója. Tanári karral együtt egyből beálltunk az ötlet mögé. Ugye egy elég nehéz tanév, és sőt nem tanév, hanem két év van a hátunk mögött, ami távoktatás, nagyban távoktatásban zajlott, és jó ötletnek találtuk ezt, hogy a nyár folyamán egy kicsit játszva tanuljunk a gyerekekkel. Ugye fontos a játék is, de fontos mellette ugye a háttérben ott van a tanulás, hogy egy kicsit bepótoljuk azt, ami kimaradt az elmúlt tanévben. Két csoport van nálunk, ez az első egy és a négy osztály. Két csoportra osztottuk őket, korosztály szerint próbáltuk beosztani, az első és a másodosztály alkot egy csoportot, és a harmad és a negyedik osztály, és összesen 25 gyerekkel zajlik a nyári iskola határtalanul. Igen, vissza a borítékba. Aztán pedig... Tiszakeresztúron a nyári iskolában a legfőbb hangsúlyt a magyar, a matematika, az ukrán és az angol nyelv oktatására helyezik, de emellett az oktatók készségfejlesztő programokat is biztosítanak a gyerekeknek. Mindez játékos formában valósul meg. A nyári iskola időszaka alatt megpróbáljuk kicsit felborítani a tanmenetet, és áttérünk arra az időszakra, amit a távoktatás alatt ugye nem tudunk véghez vinni, nem tudunk játszani a gyerekekkel tanórákon, ezért aztán most minden egyes témát újra megpróbálunk nagy vonalakban átvenni, játékosan. Az előző játék az a főnévhez kapcsolódott, ezen belül kellett összeválogatniuk a gyerekeknek a szavakat, csoportosítani köznévre, tulajdonnévre, helyes írásukat megbeszéltük. Ezen kívül ugye átveszük a matematika világát, megtanulták már a gyerekek, hogy mik azok a térbeli alakzatok, mik helyezkednek el a síkon. És persze felfedezem a világot órából, megpróbáltunk foglalkozni a vízzel, a levegővel, és ezeken belül kísérleteket mutattunk be. És ezt a gyerekek felettébb élvezik, ami a távoktatás alatt lehetetlen, azt most megpróbáljuk mind-mind átvenni, bemutatni. Szétnéztünk az osztályba, hogy hol vannak síki dolgok. Rendhagyó matematika órát tartanak az első és második osztályosok csoportjában is. Itt a legfontosabb szempont, hogy a kicsik megtanuljanak közösségben dolgozni, mondta Tóth Viktória, az intézmény alsós tanítója. A matematika órán rengeteget lehet játszani, úgyhogy szerintem a gyerekek is nagyon szeretik. Rajzolunk is, úgyis számolunk, a kockákat számoljuk, a négyzetecskéket, mindent, ami körbe rajtunk van. Nem járhatunk iskolába, csak virtuálisan találkoztunk, és igazán nem tudtunk összekovácsolódni, főleg az első-második osztály. És most együtt vagyunk, együtt játszunk, megismerjük jobban egymást. Nem annyira a tanulás a lényeg, hanem az, hogy közösen dolgozunk, segítünk egymásnak, népi játékokat játszunk, együtt nézzük a videókat. Összekovácsolódunk jobban. A KMPS határtalanul nyári iskola programja a magyar kormány támogatásával valósult meg, amelyhez Kárpátalja 65 oktatási intézménye csatlakozott.